Nekem tetszik, szóval ez ilyen második gyárkával, bár ezt olvasnak is, és meg is nyertük ezt a tutorial menetet. Itt is van természetesen store, ahol tudunk vásárolni. Sziasztok, én Marci vagyok, és elérkeztünk a legújabb sorozatom első részéhez, mivel én ezt még a Best of the 2019 összeállítása előtt veszem fel, ezért nem tudom, hogy említettem-e nektek ezt, hogyha már elmondtam, akkor bocsi, de most is elmondom, ez itt az első része annak a sorozatnak, amiben játékot fogok kipróbálni, valaminek a bétáját nézzük meg, valaminek a ingyenes kipróbáló verzióját, ennek a játéknak pedig igazából egész játékot magát, ugyanis ingyenes vagy, nyilván ingyenes játékokat nézzük meg, hogy nyilván, hányszor mondom, még nyilván, nem baj, hogy nyilván ti is tudjatok vele játszani ingyen meg, azért, hogy nekem se kelljen érte fizetni, hogyha nem tetszene a játék, azért mégse költsünk rá. És fogalmam sincs mi ez, egyébként nem néztem róla a videót, a trialjét láttam, több ilyen is lesz, amit igazából nem is néztem róla a videót, sőt igazából kb. Az összes ilyen lesz. Én már összeállítottam magamnak öt játékot, amit ki fogok próbálni, úgyhogy ez a sorozat mindenképp lesz egy jó pár részes minimum, akár teszik, akár nem, sajnálom. Na, nézzük viszont a játékot! Oké, szóval van egy tutorial része, és ez tetszik. Ez tetszik, hogy értsek valamit. Szóval ezen amit kell kilőnünk, amiket kijelöltek, azok. Jó. Na nem mondod! És egy csillagot kapunk, hogyha... Egy nagy csillagot kapunk, hogyha a bunkert leromboljuk. Oké. És hogy kéne, mert ki kell választanunk világos tankot, aha. És használom az RB-t, és az RB-t a lerakáshoz, aha. Ja nem, azok már az ilyen versenyzők katonák, de ide le kell raknom egy light tankot, és itt tudom mozgatni, ugye, hogy van rakjam le, és ahol szerintem lehetom rakni, azt mutatja, hogy rakjam le, de szóval lerakom, igen, sikerült is lerakni. Most támadunk. Meglátjuk, mi lesz. Sok minden nem történt, jöttek. Ránk jöttek, vagyis egy lerakott védelmet, és átfutottak ezek az emberek. Oké. Ez ilyen, mint a... Tudjátok, hogy Clash Royale, az a játék, a telefonos játék, és ez igazából teljesen ugyanolyan. Oké, lerakunk. Három tankot, és akkor most várakozunk, hogy legyen valami, és ide fogunk rakítozni, hogyha meglett a három izé, és meglett, úgyhogy BOOM, beléjük rakétáztunk, egész sikeresek lettünk. Jó, lőjük a tornyot, és sikerült is jól letámadni a tornyot, oké, ide mehet egy rakéta, hogy legyen probléma. Védekező katonákat pedig lerakunk ide. Szerintem többet is, hogy ezt a tankot kivédekezzük. Igen, igen, át sikerült rakton, nem is kellett ezzel annyit foglalkozni. Aha, ezek pedig ilyen más védekező egység. Jó, ez olyan, mint a Clash Royale, és egyébként nekem tetszik, szóval ez ilyen második világháborús, bár ezt olvastuk is, és meg is nyertük ezt a tutorial menetet. Szóval le kell rakni, és meg kell semmisíteni az ellenfeledet. Igazából ugyanúgy három torony van egy hajó, meg van két torony, meg is kapjuk a training crate-et, amiből nyithatunk, gondolom. Hogy kell kinyitni? Nem az alval kell kinyitni. Nem az alval kell kinyitni, akkor lett. Jó. Na, meg kell fordítani a kártyákat, hogy lássuk, hogy miket kaptunk. Oh. Oké. Okay.
kaptunk így tankot, ugye, meg aranyat, meg mit tudom én mit. Igazából még nem tudom, hogy ezek mire lesznek jók, vagy a tankot gondolom, mire lesznek jók, de mindjárt meglátjuk. Ha itt a tankunk. Ó, és kicserélhetjük, igen, berakjuk a deckbe. Ha kicseréljük a... Kicseréljük-e? Ez a kérdés valamire. Nézzük meg, hogy ez milyen ez a tank. Ezt kicserélem akkor. De most nem rányomtam? Ja, hogy még be tudom rakni, mert ez is 8 deckes lesz, oké. Okay. Megint egy training battle-t kell mennünk. Jó, játszunk, játszunk. Oké. Okay. Most elmagyarázza, hogy mi micsoda. Jó. Most rakjuk le ezt a tankot, azt kéri tőlünk. Mi? Nem azon vagyunk, ezt a tankot. Jobb alul támadjunk. Oké. Okay. Bal felül meg kéne semmisíteni ezt a támadást, csak hát... Később rakétáztunk, nem? Kicsit érdekes volt még pont. Pont jókor rakétáztunk, és szerintem indítok még egy tankot azért, hogy... Ó, jött egy repülő. Az igen. Van repülő a játékban, jó tudni. Jól lerakunk bal oldalra egy tankot védekezésnek. Elég lassan rakódik le a medium tank, azt észrevettem. Ide pedig lerakunk két katonai bázis, de feleslegesen, vagy egyet, mert... hogy megnyertük ezt a mérkőzést, és szerintem nagyon egyszerűen. Oké, okay, egy kicsit most itt elszórakozgatok vele, hogyha még training battle, igen, még kell három training battle csinálni. Ezzel elszórakozgatok. Megmutatom, hogy mit szereztem ezek után, és megyünk majd egy éles meccset, mert ha jól tudom, akkor online is lehet játszani ezt a cuccot. Nos, ez itt az utolsó menetnek a eredménye, igen, az utolsó training menetnek, 3-0 természetesen. Eddig egyet nem 3-0-ra nyertem meg, amúgy egyre nehezebb lett, és minden, meg minden. Igen, most már mehetek ranked battle-öket, de még mindig tudok training battle-t, és kaptam. Vagyis itt látom, hogy mit állokoltok. Majd meg lesz a kutya. A kutyák nagyon brutálisak, amúgy nagyon, nagyon erősen próbálnak támadni. Még itt vannak infók, mindenfélek, hogy ki mi, hogyan működik. Kapok supply dropokat időnként. Kinyitok egy krétet igazából most. Úristen, mennyi dolog van ebben. Reméljük jó dolgokat is kapunk. Oké, okay, kaptunk, jól látom ez... Nem tudom mit, de oké, okay, valami erős cusznak tűnik. Jó, tudunk fejleszteni két dolgot is, és be tudok rakni, már is mondom a nevét, Navagant, ami bármire tud lőni. Annyira nem tudom, hogy mi ez, de majd mindjárt kiderítem. Itt is van természetesen store, ahol tudunk vásárolni dolgokat. Akkor ez a kérdés, hogy ezt a Naval cuccot berakjam, de én szerintem berakom. Méghozzá... nem, azt... szerintem... 2000 years later. Ennek a katona csoportnak a ére, és ez az egyedüli katona, a bazooka, azt hiszem, ez a bazooka, nem? Igen, ez a bazooka, jó, hogy ezt meghagytam. Ezt szeretném upgrade-elni, vagyis játék szerint promotolni. 50 ilyen bekerül, oké. Sőt, a tankomat is szeretném, ez csak 5 bekerült, jó. Meg ez is 5 bekerül, mert ez csak 2-es lesz, oké. Jó. Na jó, szerintem jó a deckem. És akkor most az a kérdés... Igen, a Rank Battles-be már húsvér emberekkel nem fogunk játszani. A csendes óceánon fogunk megküzdeni ellenfeleinkkel, akik tényleg emberek lesznek. Úgyhogy nézzünk egy ilyen menetet. Kettes ellen fogunk játszani, wow. Oké. Na itt már tényleg emberekkel játszunk, valószínűleg úgy el fogunk veszteni, hogy lehet. Jó, de lerakunk ide egy csoportot. Jó. Oké, az a csoportunk simán kinyír mindenki mást. Viszont hát ez a Machine Gun Nest nem fogott ki rajtuk, azt hittem, hogy kifog. Oké, jobb oldalt pedig annyit tudunk egy medium tankot. Bal oldalt sajnos nem is került sebeznünk. Mindjárt kérdő, hogy jobb oldal sikerül-e. Igen, rögtön belekezdünk a sebzésbe. Ide egy Machine Gun Nestet lerakunk, hogy a bazooka, bazookát leszedjük. Sikerült leszedjünk a bazookát, oké. Okay.
Viszont a tankunkkal közben meg, és mi is lerakjuk az utat, hogy kiérjük az államfeltanket. A tankunkkal jobb oldali tornyot szerintem elég ügyesen leszettük, igen, és nem sebzett belénk egyébként hal, hogy a neki jobb oldali támadást. Na nézzük, mi ez a Navalgán. Odalő, igen, a vízi cuccunkról odalő egy ilyen nagy lövedéket, és ups, csak mostam lerakni, elnéztem, hogy korábban lehetem rakni, de megint leraktuk ezt a én kedvenc kis csapatomat, most hirtelen nem tudom a nevét, de ez a hat, vagy nagyon sok ember, jaj, bal oldalt itt vannak bajok, egy jobb oldalt, vagy én már nem tudom, melyik oldal. Oké, a bazookára még három ilyen kicc kell, mindjárt összegyűjtjük, de úgy látom, hogy nélkül egy boldogunk is. Kivédekezzük ezt az egészet, és közben leszettük a második tornyot is, ezt gondolom észrevettétek. Viszont ott fölül bajba vagyunk, úgyhogy rálövök egy rakétát, sok minden nem tudok tenni. Mi az, ami? Hát igazából nem tudunk mit csinálni, ezzel tudunk maximum védekezni. Ő is egyébként egész jól áll. Igen, ezt még, hát mire le tudnánk rakni, igen. Kisnyírta, ő is egész jól áll, viszont mi mindjárt indítunk majd egy kombót, egy perc lesz vissza, igen, meg sokszor adódik a Battle Command Points a termelődése, nagyon jó, sikerült elmondanom. Indítunk jobb oldalt egy támadást a főhajóra, és úgy látom sikeres, és nem is védekezik ellene. Ellenfelünk, sikerült megnyernünk első élesben játszódó meccsünket. Valószínű, úgy el fogjuk veszteni, hogy lehet 3-0-ra. Ráadásul egy tornyunkat se tudta levinni, szerintem egy energzésem, hogy kirécselt a gyerek és elment innen. Oké, még egy menetet megyünk, és aztán elmondom tapasztalatom, mint a játékról. Nem tudom. Double command points, oké, jobb bal oldalt szerintem leszettünk mindenkit. Indítunk egy 6-os medium tankot jobb oldalt, hogy mind a két tornyot le tudjuk szedni. Nézzük, hogy még lábra akar állni az emberünk. Igen, indít bal oldalt, vagy fönn, nem tudom melyik oldalt, neki jobb oldalt támadást. Oké, lerakjuk a Riffleman squadot. Jó, Riffleman squad simán leszedi a kocsit, viszont bal vagy fönt nagy bajok vannak, és erre lerakok oda egy medium tankot. Oké, no problem. Ja nem, azt csak akartam tenni, de nem sikerült. Jó, megmentett engem a gép. És közben mindjárt leszedjük a fő hajójukat, és leszedtük! Nyertünk 3-1-re, megvertünk egy 5-ös szintű ellenfelet. Büszke vagyok magamra. Nos, akkor, amíg itt láthatjátok. Ó, a supply drop-ot ki tudok nyitni. Ja, igen, hogy két supply drop is, akkor egyet ki tudunk nyitni. Hány dolgot kapunk? 3-at. Hát, kaptunk fejlesztést, meg kaptunk barakkokat, nyitottunk. Wow. Megkaptunk, ja, nem az, ez nem új katona. A barakkokból nézzük, hányan jönnek ki. 4-en? A riffelmanok, riffelmenek. Itt már rájöttem, hogy egész végig rosszul ejtettem ki, pont. Jó volt ez. Hárman, ebből itt 4 van. Ja nem, mindegy, 4-en jönnek ki, úgy tűnik, oké. Egyelőre ezt majd megfontoljuk, hogy betegyük őket. Na, amíg itt láthatjátok, ahogy nézelődik ez az ember, addig én beszámolnék nektek, hogy milyen is ez a játék. Aki játszott a Clash Royale-al, annak egy... nem tudom, hogy gondolom gépen is lehet játszani, csak gondolom kicsit jobb formában, de Xbox-a mindenképpen egy ilyen Xbox-os változat a második világháborúból. Ugyanaz az egész tényleg, csak itt tényleg ez egy második világháborús megoldás, viszont nagyon jól néz ki szerintem a menü. És még nem is néztünk el a replay-ekig, szerintem meg is lehet őket nézni, nem csak itt a... Csak itt a eredményünk van, és lehet szerintem, igen, hát klánokat alakítani, szóval gondolom barátokkal is lehet együtt játszani. Úgyhogy ez mindenképp jó kis második világháborús játék, amit akár a barátoddal is tudsz játszani, és fejlődni tudsz online, tudsz gyakorolni offline.
igazság szerint tényleg egy Clash Royale. Másra nem tudom melyik volt előbb, fogalmam sincs, a játékról tényleg nem hallottam, szóval lehet, hogy ez, lehet, hogy a Clash Royale volt előbb, de igazából lehet, hogy nincs is közük egymáshoz, sőt valószínűleg nincs is közük egymáshoz, mert igazából ez a Clash Royale típusú játékoknak a csoportjába tartozik, és sok ilyen létezik, mind a kettő ebben a típusban tartozik, és tényleg sok ilyen játék létezik. Viszont ez a második világháborús verzió nekem tetszett, őszintén lehet, hogy be fogok lépni még párszor, és lecsekkolom, hogy mondjuk mit nyitottok majd ebből a krétből, vagy hogy elindítok egy hétmenetet. Úgyhogy én ajánlom mindenképpen nektek ezt a játékot, igazából 895 megabyte volt itt az Xboxon, szóval semmi. Nagyon gyorsan le is tölt, jó időtöltés, kicsit igazából csak ha pihenős játékot van kedved játszani, ezt simán játszhatod, mert ebben semmi erőfesztő, igazából szerintem rage-eltető sincs valahogy, hogy Clash Royale-ban, hogy gyűjtöttél, hogy sok ideig mentél, ott azért rage-eltél. Hogyha valami nem jött össze, nagyon vagy nagyon kikaptál. Itt igazából egyelőre úgy tűnik, hogy annyira nem egy rage-es játék, nyilván, hogyha magasabb szinten vagy, akkor lehet rá se, hogy itt is kirégyelsz. Viszont a mai napra ennyi lett volna a játék bemutatóval. Tehát én mindenképpen ajánlom nektek. Remélem tetszett a videó, ha igen, kérlek, dobjatok rá egy lájkot. Ha ismertek olyan embereket, akinek tetszene akinek tetszenének a videóim, akkor kérlek osszátok meg a videót. Találkozunk a következő videóban. Én Marci voltam. Sziasztok! Help me see color in